Korábbi szövetségi kapitány hívta csapatához a korábbi 29-szeres válogatott labdarúgót, így Kenesei Krisztián a harmadik keleti TV et elhagyva, edzőként azonban ott maradva, játékosként a megyei első osztályban vezető Komárom VS-ébe igazolt. Foci mindörökké jeligével beszélgetünk Enővel. Szia, Jól Hát nemrég még arról beszélgettünk, hogy tavasszal folytatod a harmadik kerületben, vagy mi volna a bajnál az aktív labdarúgást. Most ehhez képest nem folytattad a harmadik kerületben, de folytattad máshol, szóval nem tudsz meg lenni nélkül? Nem, nagyon érdekes a dolog. Ugye amikor beszélgettünk, akkor még úgy volt, hogy tavasszal végig nyomom a harmadik kerületben, és próbálok segíteni a csapatnak. Ehhez képest 18-án lett egy szakmai döntés, amit amit én elfogadtam igazából, nem is volt miért nem elfogadnom, hiszen mm, ezt meghozták ezt a döntést. De várjál, ez hideg zuhany volt számodra? Egyébként igen, egy picit az volt, nem erre számítottam. Nyilván én azt gondoltam, hogy ezt a tavaszt végig csinálom a kerületnél, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz, hiszen rúgtam öt gólt, adtam, négy gól, azt gondoltam, hogy nem, de hoztak egy ilyen döntést. <coughs> az Andrásék elfogadtam, aztán kicsit le is álltam, így a focival, de hát jöttek a felkérések, aztán egyszer csak jött ez a felkérés, ami nagyon szimpatikus volt, nekem beszélgettünk a Petivel kétszer-háromszor, és így, így, elvállaltam azt, hogy a Komáromban fogom folytatni a pályafutásomat, egy osztály a lejjebb igaz, de nekem tényleg szimpatikus volt, és ezt így egybe rakva nem is rossz szerintem az ötlet, hiszen egy feljutó csapathoz kerültem. De mi volt a, a szakmai indok a kerületnél, hogy végül mégsem, tehát hogy mégsem játszol náluk tavasszal? Azt mondták, hogy nem jó az öreg a háznál? Ez egy kicsit összetettebb, ugye volt egy sérülésem is, <coughs> nem tudtam úgy elkezdeni a felkészülést, amiről ugye beszéltünk már itt előzőleg. Hát igazából a, ez is belejátszott, az is belejátszott, hogy az András azt hogy már nem fogok tudni annyit szerinte segíteni, csak gyorsítani akarja a csapatot elől, és nem fogok tudni annyit csak nem akarja, hogy kispadon legyek a, vagy a mérkőzések nagy részében. Hát ez az ő meglátás, ez az ő döntése volt, én nem, nyilván én másképp érzem, de, de nyilván ő a vezetőedző, a szakmai igazgató, ő ezt meghozta ezt a döntést, én elfogadtam, nem tudtam ezzel igazából vitatkozni, nekem is megvan a magam nyilván, hogy érzem, hogy én még tudnék játszani, vagy tudtam volna segíteni, ahogy ősszel is tudtam segíteni, meg ugye az előző szezonban azért rúgtam jó néhány gólt, de hát van egy új kihívás, és. Meg a szakítás, mint ahogy az elején mondtam, nem teljes, hiszen edzőként dolgozó továbbra is náluk. Igen, márciustól kezdem a egyéni képzéseket, a harmadik kerületnél fölajánlottak nekem egy ilyen lehetőséget, amit én nagyon örömmel elfogadtam, hiszen az MTK-nál ez hasonló működik, nyilván előrébb jár ez a dolog, de nekem is ez egy új kihívás, ez is például, hogy a gyerekekkel kell foglalkoznom, nyilván majd, hogy nem egyedül, Úgyhogy én nagyon örültem neki, és elfogadtam ezt. Próbálok ö, tudásom legjobbát adni ebben, és segíteni nekik. Hány hívtak? Így, hogy felszabadultál hirtelen. Hát ugye nem lett kimondva így jó sokáig, hogy mi történt, nem mert ez csak ilyen légből kapott hír volt, hogy én most befejeztem a harmadik kerületni, aztán ugye elkezdtek telefonálgatni, egy négy -öt csapat biztos, hogy jelentkezett, még Ausztriából is, ugye mondtam még annak idején, hogy lehet, hogy majd onnan is hívtak Két-három helyről, de aztán én ezt választottam, ugye Péterrel. MB3-ból, MB2-ből, honnan? E, volt MB3-ból is, volt megyéből, volt még alacsonyabb osztályból. E, nagyon érdekes ilyen. Tehát igazából minden, mindenhonnan keresgéltek egy edzés, gyere egy meccsre, és akkor tudom én, de, de nekem ez így, ez így tényleg úgy kényelmi szempontból is jó járunk négyen, le, ide Pestről, háromszor megyek egy héten edzése, úgyhogy nekem ez így nagyon össze tudom rakni. Hát telekocsi, az igen, az az egy jó igen, Hát egy volt válogatott csatár, Bosik Péter volt szövetségi kapitány keze alatt ideális párosításnak tűnik? De remélem, hogy az lesz, igen, mi a Péterrel nagyon régóta ismerjük egymást, ugye mi az a együtt dolgoztunk, együtt lettünk bajnokok, úgyhogy nagyon jó a viszonyunk, Megbeszéltünk mindent, amit kell így bajnokság előtt. Nagyon szeretnének, nyilván nagyon szeretnénk följutni ugye az MB3-ban, ez a, ez a, legfőbb cél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó út lesz kettőnknek, és én, én, szerintem ez egy nagyon jól fog működni. A tekintetben miben maradtatok, hogy alapember is lehetsz, vagy akkor lépsz pályára, amikor veszélyben a meccs? Igazából, ami nagyon-nagyon fontos, amit beszéltünk, ugye lesz egy playoff nyáron, ugye a megye egyeseket ugye összesorsolják, hogy ki fog feljutni. Azt a Péter, akkor abban legyek, abba a szakaszban legyek nagyon jó állapotban, hogy robbanni, tudjak, de nyilván játszani fogok, hogy természetesen a bajnokságban is. Meglátjuk, hogy milyen állapotban leszek, ezt megbeszéltük, hogy ugye én még csak egy hete kezdtem el náluk a felkész, felkészülést, az edzéseket és meglátjuk, hogy hogy fog alakulni, ugye két hét múlva kezdődik a bajnokság, lehet, hogy az elején még pont nem fogok annyit játszani, vagy, vagy még egyáltalán nem fogok játszani, tehát meglátjuk, hogy milyen erőállapotban leszek, bár most így egy hete edzünk, nagyon jó edzéseket tart a Péter, úgyhogy én is nagyon jó érzem magam, és, és újra élvezem a, a focit. Ezek a társak egyébként a srácok munka meg suli mellett fociznak, vagy profik? A hát nem profik, valaki dolgozik, valaki jár normálisan edzése, azért vannak olyan játékosok is, akik már megfordultak magasabb osztályban, úgyhogy szerintem egyébként meg egy nagyon jó egybeleg van, vannak fiatalok, akik akadémiákról jöttek, és, és vagyunk mi, akik, akik már esetleg játszottak magasabb szinten, úgyhogy én abban az egy hetes tapasztalatban azt látom, hogy nagyon jó kis csapatba kerültem, tényleg nagyon összetartóak, jókat hülyeskednek közben, tehát nagyon komolyan veszik a bajnokságot, de azért mégis benne van egy kicsit így a móka az egészben. Na most te nem vagy egy ilyen mesélő típus csatárként a gólban, meg a gólpaszban hiszel. Ilyen szempontból milyen tavaszt gondolsz magadnak számokban? Hát számokban <kül> nehéz kifejezni, nem, na hát a megyegyet aztán abszolút nem ismerem. Ugye volt az, hogy azt sem ismertem, a megyegyet egyáltalán nem. Hát én igazából számomra nem szeretném megfogalmazni ezt. Minél több gólt szeretnék rúgni, minél több pályán lenni, Té tényleg elkerülni a sérülést, játszak minél többet. És ami a legfontosabb, ami a, a komáromnak is nagyon-nagyon fontos, hogy visszakerüljön egy MB3-ban, és ebben szeretnék nekik segíteni. Öt ponttal vezetjük a bajnokságot, <hállt> Én azt gondolom az első hely mindenképpen meg lesz, tehát az nem is kérdés, ott, ott ugye az utolsó mérkőzés lesz a playoff a nagyon fontos, és hát ott szeretnék minél, minél jobban játszani, és, és, tényleg azt, hogy a csapat fölkerüljön újra nba -ba. Onnantól kezdve, mert hogy nem is akarnám kiénekelni a sajtot a Komáron száma, a szájából, ha sikerülne az nba 3 akár ott is újra a csapatban majd? <laughs> Hát, Azért az már, nem, már nem merek semmit mondani. Azért az mondani. egy ficska lenne a harmadik kerületnek, nem? Én, nem, én tényleg nem akarom megfecskezni. Én nagyon szeretem a harmadik kerületet. Nyilván elmondtam, hogy jó budai vagyok, Békás megyeri ott nőttem föl. Én nem szeretném megfecskezni őket, de ha nyilván szeretné a Péter és a, és a Komáromi vezetés, hogy maradjak az MV3-ban is, és tényleg ne énekeljük ki, de én nagyon bízok benne, hogy föl, fog, föl fogunk kerülni akkor meglátjuk, majd azt át kell gondolnom még. Van itt még, még, egy feladat, amiről már múltkor is beszéltünk, hogy jó ideje vár már téged az MTK öreg fiú csapata, hogy rendszeresen pályára lépjél náluk, és ugye korábban azt mondtad, hogy ezt a kerületnél nem engedték, hogy ne bohózkodjál máshol, hogyha NBA romban focizom, most ez ami lesz? Hát beszéltünk a Péterrel, én megkérdeztem direkt, és ő az áldását adta, mondta, hogy nyugodtan játszak, úgyis hétfőn nem lenne olyan edzés, mondta, ez, ez, egy jó edzés nekem igazából játszani, úgyhogy tavasztó szerintem keserítem egy picit az öreg <laughs> sorsát is, mert játszani fogok elvileg az öreg innentől kezdve. Tehát nekem ez így jó. Igazából egy héten két meccsem lesz, lesz egy a megye egyben, meg egy az öreg fiúkban. És azt mondom meg végül, hogy miként látod magát Bozsik Pétert, aki egy elég komoly és értelmes, és sok mindent korábban már az asztalra letett szakember, hogy áll neki ez a megyei első osztály? Ami persze remélhetőleg a tervei szerint MB3 lesz, de akkor is. De ott épp, Péter nagyon jó viseli, nagyon jó ugye szakmai hozzáértése van, nagyon komolyan veszi. Itt a megye egyet is, itt megkapta az egész pálcát, tehát ő irányítja itt az egész gárdát, úgyhogy én szerintem nagyon jó, és, és tényleg nagyon oda teszi magát, hogy neki az az elsődleges most, hogy a csapat mb 3 ba kerüljön, ugye tavaly kiestek az mb 3 ból akkor szem télen ment a Péter oda, már nem tudott segíteni úgy a csapaton, hogy, hogy bent tudja tartani, úgyhogy most nagy ambíciókkal mentnek ment neki ennek az egésznek, és tényleg most már azon megy az egész, hogy itt a playoffon, mert nem lebecsülni a többi mérkőzés, de, de mondták a tapasztalat szerint, hogy azért azért biztos, biztos benne majdnem mindenki nyilván, hogy az első hely meg lesz. Itt tényleg a play-offra kell koncentrálni, olyan csapatot húzni, aki, akin a, a, csapat úgymond simán tovább megy, nyilván nem lesz egyszerű, de tényleg nagyon felkészült, most is elemzi majd a másik csoportnak az első, első helyezettjét, hogyha esetleg azokkal kerülne össze a komárom, úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút nem visszalépés. Nyilván Jobb lenne, mb1-ben lenne edző, én szerintem, de, de én azt gondolom, hogy, hogy nincs ezzel semmi problémája, és nagyon oda teszi magát. Hát akkor a beszélgetést azt könnyen lehet, hogy majd úgy folytatjuk, hogy a playoff királyával beszélgetek, aki újra az mb3-ban rúgdos meglátjuk sok sikert az új feladatokhoz. Köszönöm Köszön szépen, hogy itt voltál. Köszönöm is.